Köszöntöm Önöket! A Hegyvidék TV állatbarát magazinját látják. Hol volt, hol nem volt? Állatok a mese és a valóság határán. Halálos csípések, védekezés a szívférgesség ellen. Mentő ötletek, gyereknap az állatmentőkkel. A mai vadőrzőben egy különleges világba kalauzoljuk a nézőket. Egy letűnt világ és a ma is élő állatok adnak randevút egymásnak a Városligetben, az állatkert szomszédságában. A helyszín és az üzenet magától értetődő. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hol nem volt vár. A várban és az udvarán egy igazi mesebirodalom működik. Valóságos állatokkal és ebből fakadóan állati jó élményekkel. Közismert mesék, közismert hősei, az éneklő szamár, a bátor tapsifüles és az üveghegyet is átugró paripa. Nem csak velük, számos különleges szereplővel találkozhatnak azok, akik ellátogatnak a hol nem volt parkba. Budapest főpolgármestere a park megnyitásakor azt mondta, hogy a másfél hektáron működő új közösségi tér a múlt értékeit és a jelen természeti érdekességeit mutatja be. Fontos szempont volt a tervezéskor, hogy a múlt század fordulójának hangulata egyesüljön a mai kor technikai lehetőségeivel. Ezzel a fejlesztéssel a fővárosi állat- és növénykert ismét csatlakozni képes a világ élvonalához, és a 21. század elvárásainak megfelelően Budapest új természettudományos megalapozottságú szórakozási lehetőséggel gazdagodik. A kibővített állatkert minden bizonnyal Budapest egyik új attrakciója lesz, ami közvetlen program célja lehet a külföldi és belföldi turistáknak egyaránt. Az elfoglalt szülők is pontosan tudják, hogy több értékes órát kellene családjukkal, gyermekeikkel eltölteniük. Egy jó közösségi tér minőségi idő eltöltésére ad lehetőséget. Az állatkert fejlesztése tehát fontos program Budapest fejlődésének újabb állomása, út egy közösségekben gondolkodó, élhető város megteremtése felé. Szolgáló egységekkel együtt 2,7 milliárd forintból másfél év alatt elkészült létesítményben főleg a kisgyermekeket, illetve gyermekes családokat várják. Állat, játék, mese mind külön-külön is nyerő, de mi azt gondoltuk, hogy együtt, egyszerre biztosan olyan, ami a kisgyerekeket boldoggá teheti. Segítheti őket a természetet, az életet jobban érteni és jobban szeretni. Mert még három dolgot kellett hozzáadnunk ehhez, a szeretetet, a jó szándékot és a munkát. Végül mindaz, amivel itt találkozni fognak, így készült. Igaz szeretettel, nagy jó szándékkal és nagyon sok munkával. Ahol nem volt várban, minden a 3 és 10 év közötti kisembereknek szól. Nekik készült. Kimondottan nekik, no meg szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek, vagyis a családoknak. Egy olyan közösségi teret akartunk teremteni, amely a kisgyerekes családokat szolgálja. Gulyás Gergely azt mondta, hogy 2018-ban, vagyis a családok évében több hasonló fejlesztést szeretnének, mint ez a park, hiszen ahol nem volt vár, egy újabb lehetőség a gyerekeknek és a felnőtteknek a közös együttlétre, a tanulásra és a kikapcsolódásra. Egy kormány, egy városvezetés vagy egy társadalmi szervezet már akkor sem hibázik nagyot, ha hagyja azokat dolgozni, akik értenek a szakmájukhoz. A zoológust állatkertet működtetni, parképítést parkot tervezni és parkot építeni. Ha pedig segítjük abban, hogy megvalósíthassa elgondolásait, amelyekkel a szakma szabályai szerint a közjavára dolgozik, és ezzel minden budapesti lakost, minden magyar családot és minden ide látogató turistát komoly értékekkel ajándékoz meg, akkor abból közösen nagyszerű dolgokat hozhatunk létre. Olyan nagyszerű dolgokat, mint ami az állatkert megújulása, a hol nem volt vár, vagy éppen a Liget projekt. Magyarország kormánya éppen ezért ezután is fontosnak fogja tartani, hogy hozzátegye a magáét ehhez a kitűnő szakmai közösségnek a munkájához, és szeretnénk ezt követően is támogatni a fővárosi állat- és növénykert további fejlődését, teljes megújulását.
Park központi építményében, a Hetet Hét palotában a magyar állatmesék világával lehet megismerkedni. A játékok mellett az új élményparkban az adott mesékhez kapcsolódó állatok is láthatók. Az egyes fajokat bemutató ismertető táblák szövegét szintén Csukás István írta. Jönnek majd csapatostól, seregestől, csillogó szemmel, füligérő szájjal, és várja őket az aranykapu, a mesekapu, az állatkert számukra épített gyönyörű külön gyerekbejárata, és meghódítják és birtokba veszik ezt a csodálatos birodalmat, meghódítják és birtokba veszik a világot. De jó is lenne, ha több ilyen gyerekbejárat lenne. Budapesten, Magyarországon, ám addig is örüljünk és nyissuk meg ezt a kaput, a mi utalmunk pedig az lesz, hogy bekukucskálhatunk a jövőbe, mert letettük a hét próbát és kiálltuk a próbát. Fővárosi állat- és növénykert bővítése tovább folytatódik, hiszen a Városligetben már épül a biodóm, amely tulajdonképpen egy fedett állatkert lesz. A kontinens egyik leglátványosabb természeti ismeretterjesztő parkja 2020 elejére készülhet el. Egy halálos kor, amellyel kapcsolatban már megjelentek rendkívül drámai prognózisok, és sokan vannak, akik egy legyintéssel megoldják. A szívférgességnek nem véletlenül az a neve, ami. Nem árt, ha tisztán látjuk, mi a következménye, ha nem védekezünk ellene. Nyugodtan hűsölnek a kutyusok ebben a fővárosi állatbarát kávézóban. Ők nem is sejtik, amit a gazdáik igen. A jó idő még több veszélyt rejt. Például a szúnyog szezon nem egyszerűen több csípést és viszketést okoz, hanem életveszélyes betegségeket is. Az egyik legveszélyesebb kor a szívférgesség. A szúnyog csípésétől kezdve körülbelül 6-7 hónap, mire kifejlődnek a felnőtt férgek. Tehát egy hosszú, alattomos és gyakorlatilag sokáig tünetmentes betegségről van szó. Amikor a tüneteket már produkálja az állat, amikor egyértelművé válik, hogy miről van szó, akkor már sajnos sokszor késő, és csak gyógyszeres kezeléssel lehet megfékezni, illetve megszüntetni a problémát, és ugye ezek a szívférgek ott vannak a tüdő artériáiban, illetve sok esetben már a szívbe is belógnak, és ugye el lehet képzelni azt, hogyha ezeket a férgeket elkezdjük pusztítani, akkor ott a keringésbe, a szív és a tüdő működésébe károsan szólhatnak bele, úgyhogy nyilvánvalóan ez egy nehéz, és hát sajnos sok esetben a kutya halált is okozható kezelés, úgyhogy tényleg nagyon fontos a megelőzés és ennek a megakadályozása. Az emberek konkrétan nem veszélyes a betegség, de elkaphatjuk. Ugyanúgy a szúnyogok csípésével bennünk is elkezdenek áramlani a vérkeringésben ezek a fejlődési alakok, a mikrofiláriák úgymond, ezek a kis pici lárvácskák, amik ugyan nem alakulnak ki bennünk felnőtt szívférgekké, tehát a tüdőnkben, illetve a tüdő erejében vagy a szívben nem találhatóak szívférgek. Ugyanakkor mivel nem tudnak tovább fejlődni ezek a férgek, eltokolódnak a tüdőben, és kis pici jóindulatú daganat jellegű elváltozásokat okoznak, ami nyilván egy kis légző felszíncsökkenést, illetve légző tüneteket okozhatnak, de elsősorban a különböző differenciák diagnózisban okoznak a humán orvosoknak nehézséget, hogyha egyéb más betegségekre, ami tényleg veszélyes az emberre, azt keresik, akkor ez tényleg félrevezetheti őket, úgyhogy a kutyák védelmével kicsit magunkat is védjük. A megelőzés a figyelemfelhívás érdekében indították el a minden év május 10-én meghirdetett Szívügyünk a kutyák szívének egészsége kampányt. Nyárias melegben családunkkal, kedvencünkkel együtt sokan keresünk enyhülést a vízparton. Éppen ebben a közegben kell leginkább odafigyelnünk a megelőzésre. Annál is inkább, mivel a szúnyogok által terjesztett fertőzés nem csak a kutyákra, hanem az emberekre is veszélyt jelent. Bai Balázs azt mondja, szeretné, ha ez a nap az állatorvosi társadalom támogatásával a szívférgesség elleni küzdelem napjaként kerülne be a felelős állattartók figyelmébe. Állatorvosként és magánemberként is szeretem az állatokat, és törődöm az egészségükkel. Ugye most elsősorban sporttal foglalkozom, és ezáltal nem tudok annyit foglalkozni a gyógyító hivatásommal, mint szeretnék, és ezzel a kampánnyal ezen keresztül talán mégiscsak tudok tenni a kutyák egészségéért,
és tényleg kicsit a gyógyításnak is időt szentelni. A tájékoztatón elhangzott, nagyon fontos, hogy minden kutyatulajdonos évente vigye el szívférgesség szűrésre a kedvencét. Az állatorvosoknál megelőző kezelést is kaphatnak a halálos betegség ellen. A kitett, magukra hagyott hajdani házi kedvencek sorsának jobbításához legfőképpen szeretetre, optimizmusra és némi anyagi erőre van szükség. Az Ebremény Egyesület folyamatos támogatót talált a MOM Sportban. Az intézmény gyereknapi partiján is ott voltak. A 2017-ben hívtak meg minket először, és egy nagyon színvonalas és nagyon jó karácsonyi rendezvényen vehettünk részt. Nagyon sikeres volt, tehát adománygyűjtés céljából is, illetve nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, akik később támogatóink voltak, akár pénzadománnyal vagy tápadománnyal, amiből ugye mi menteni tudunk állatokat, cicákat, kutyákat. És idén is kaptunk meg hívást erre a gyereknapra, nagyon boldogan fogadtuk el, és nagyon jól éreztük magunkat. Találkozhatunk olyan családokkal, akik potenciális gazdijelöltek a kutyáink számára. Három kutyussal érkeztünk ide ki a rendezvényre, és mind a három gyerek barát. Tehát, hogyha itt lett volna valaki, aki azt mondja, hogy igen, szeretne, egyébként van egy család, akik nagyon gondolkoznak az egyik kutyuson, a Lunán. Szerintem a legfontosabb az, hogy nem kell mindenkinek kutyát tartania. Tehát ez egy olyan dolog, hogy csak akkor vállaljon valaki kutyát, hogyha meg tudja adni azt a azokat a feltételeket, ami a kutyus számára kell. Itt nagyon sok olyan gazdi jelölt volt, akik majd akarnak kutyát, hogyha kertesházba költöznek. Meg is lepődtünk, hogy mindenki arra azt válaszolt, hogy ők lakásban laknak, és még nem, de hogyha a kertesházba költöznek, akkor lesz kutyusok. És szerintem ez felelős döntés, bár én szeretek lakásban is kutyát tartani, de tudják, hogy mik az ő lehetőségeik, és azt szerint fognak majd dönteni. Én azt gondolom, hogy mindenképp jó, hogyha egy gyerkőc, kutyus vagy cica mellett nő fel. Egyrészt megtanulja azt, hogy gondoskodni kell az állatról, hogy nem csak van és akkor foglalkozunk vele, amikor nekünk kedvünk van, hanem arról az állatról úgy kell gondoskodni, hogy le kell vinni sétálni, etetni kell, itatni kell, a szőrét kell ápolni. Ezek a gyerekek, akik ma itt megálltak mellettünk, egytől egyig mind olyan gyerkőcök voltak, akik ezzel tisztában voltak, szépen nyúltak a kutyához, kedvesen, és szerintem, hogyha nekik egyszer lesz kutyájuk, akkor biztos, hogy jól fognak vele bánni. Önök a vadőrzőt látták. Műsorunkat a Hegyvidék TV honlapján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!